A Gyulai Zsidó Alapítvány és a Gyulai Önkormányzat szervezésében kétnapos konferenciát rendeznek április 26-án és 27-én a Városházán. A történészek és helytörténészek az eltűnt kistelepülési és kisvárosi zsidóság nyomában címet viselő eseményen az ország számos pontjáról érkeznek előadók. A konferencia egyik védnöke a Magyar Nemzeti Levéltár Békés megyei Levéltára. A konferencián az ország minden részéről jönnek történészek, helytörténészek, és beszélnek a vidéki zsidóság történetéről, és végső soron tragédiájáról. Úgy, mint a Békés megyei kutatók, de Dunántúli, Nógrád megyei és egyéb előadások is hallhatók majd. A magyar kistelepülési zsidóság históriája számos helyen feltáratlanul merül a feledésbe. Sáfár Gyula igazgató elmondta, a gyulai zsidóság történetének kutatásai már az 1990-es években elkezdődtek. Elsősorban Kereskényi Nécse Edith kolléganőnk révén, akinek a Gyulai Zsidóság és a Vészkorszak című kötet 1994-ben jelent meg, majd 2002-ben a nagy összegző forrás a Békés megyei zsidóság történetéről. Ugyanebben a sorba illeszkedik a Erdész Ádámnak a Kner kutatásai és publikáció is. A kétnapos konferencián a Gyulai Levéltár munkatársai is tartanak előadást. Kedden Erdész Ádám Akner levelek az óceán két partjáról címer tart ismertetőt. C.G. Petra Gabriella a zsidó temető adatbázisának új felületéről beszél. Sáfár Gyula igazgató szerdán a békési zsidó ingatlanok tulajdonváltásai 1944-ben és utána címmel tart majd előadást. Meg,